Sziasztok! Na gyorsan lehúztam a maszkot, hogy tudjak beszélni. Megérkeztünk a Nongnocs botanikus kertbe, ami Pattaján található. Már én is többször jártam itt, viszont körülbelül egy 4-5 éve már nem, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ideje újra meglátogatni. Úgyhogy el fogjuk mondani a történetét, megmutatom, hogy miket lehet itt csinálni, és csinálunk egy rövid kis összefoglalót. Annyit érdemes tudni, hogy a 10 leggyönyörűbb kert listáján a világon szerepel a Nongnocs, úgyhogy tényleg nagyon szép, iszonyat meleg van, úgyhogy nem fogunk fázni, hosszú sétánk lesz. Tájnak és külföldieknek, akik rendelkeznek munkavállalói engedéllyel, azoknak 200 bat a belépő, csak simán farangoknak 500 bat, gyerekeknek pedig azt hiszem 140 bat, és tudtok választani több program közül. Az alap az, hogy csak sétáltok a parkban, ami ugye elég hosszú séta, tehát azért 3-4 órát rá kell szánni. Mehettek, bérelhettek ilyen kis buszt is, azzal is ugye körbe tudnak titeket vezetni, illetve van olyan, amiben van étel, és van olyan, amiben minden benne van egyből. Mi a sima sétálósat választottuk, mert igazából bárhol lehet enni, csomagártól függetlenül. Na jól van, nem beszélek tovább, és mutatom a helyet. Ahogy itt belépünk, lehet is látni pár dinoszauruszt, és azoknak a neveit, ugye a különböző fajoknak és típusoknak a neveit. Elég nagy szerepet kaptak itt a dinoszauruszok, úgyhogy majd azokat is jobban megnézzük, de látjátok, minden tényleg gyönyörű zöld, párásítva, szépen tisztán, gyönyörű állapotban van minden. És ott a Jeffrey, meg a James, és már várnak rám. Hello! I had to tell the story of the place. About this, James? I don't know. It's huge. It's huge. It's a cow palm. It's an ancient palm. It's huge, right? Look at the size of the fruit. Yeah. It's like a prehistoric. So you said something about Indonesia, right? Yeah. From Indonesia? I feel it's more like a rainforest. Indonesia. Indonesia. Okay. We will check it out. Na, de nézzetek, milyen szép kilátás van itt.
És nézzétek a másik oldal, milyen gyönyörű. Szóval ebben a zenében ezt különösen kifejezetten a Nongnochhoz írták, és arról beszél, hogy a Nongnoch milyen gyönyörű, milyen szép, különleges, úgyhogy külön zenéje is van a parknak. Van egy kis szentély, úgyhogy ide felsétálunk, megmutatom. Cipőt levenni. Nézzétek, milyen szép itt az egész látkép a hegyekkel, vagy egy hegyel. Nagyon veszélyesen élünk. James, did you feel scared? Jeffries feels scared for sure. You see, the red sign is a... I think it's iron or copper. What's that? Iron or copper? Yep. I mean from the mountain, right? Oh. Some mineral. Yeah, mineral like copper or thanks, iron. That's a lot of them over here. Yeah, it's very nice. This is pretty. Like a gold temple. Mm-hmm. Royal pavilion. The architecture style is from Lanna. Lanna is not like Chiang Mai. Okay. Lanna is a region of north. Yeah, the old kingdom, Lanna. Okay. Yeah, the style of architecture. That's good to know. You see that peacock over there? In the middle? Yeah, in the middle. Uh-huh. It's like a symbol of... It's India's national bird. Yeah. Szóval ott középen lehet látni egy pávát, és az elvileg egy különös építési stílusnak a jegye. Majd beteszem konkrétan. This Naga. In every temple have a Naga. Oh, Naga bar in Kosama is really nice. What is Naga? Naga is a big snake. Okay. A Naga or Nag in Thai we call Nag. Nag is also snake in Hindi. Yeah, the same word. Yeah. Oh, okay. Okay, so one Naga, Nag. Nag or Naga. Is like the snake. Yes. The first snake. Lesson in Thai. Right here. Yeah. Presented by You can see it in every temple. Every temple. Yeah. Like actually, I remember when we went up to Pratumnak Hill, and one side there is that big temple, same snakes they have. Okay. Szóval minden templomba lehet látni egy ilyen kígyót. És ez a Naga. Látjátok, ilyen kis buszokkal mehettek még körbe.
hogyha azt a jegyet veszitek meg, de simán be lehet járni. Na és itt, ha ezen a részen így végig sétáltuk, akkor itt konkrétan csak a különböző dinoszauruszoknak a fajtáit lehet látni, és szerintem igazából baromi jól meg vannak csinálva. Tényleg, jó, hát nyilván amennyire lehet, annyira élethű, de például, hogyha valakinek van gyereke, aki rajong a dinoszauruszokért, akkor szerintem ide simán el lehet hozni, és nem csak a gyereknek, hanem a szülőknek is szerintem élvezetes, mert annyira sok szép dolog van itt. És ahhoz képest a belépő szerintem teljesen megéri. És vannak ilyen kis cuki dolgok is, látjátok, ott például pandák, deve, különböző állatok. És van még izgalmas része ám a parknak, úgyhogy majd megyünk oda is. Itt pedig készülnek a sexy photos. Look at the size of the dinosaur and James! Látjátok, itt is még minden tele van dinoszaurusszal. Úgyhogy szerintem ez tök jó élmény lehet mindenkinek. Hát nézzétek, itt meg pont kikelt a kicsi, hát pont érkezésünkre. Na hát ez egy érdekes fa. Látjátok, hogy milyen vastag az egész törzse. Szóval ez a fa ez arról híres, hogy egészen 2000 éves koráig nő, és élhet is akár olyan hosszú ideig. Bocsánat, itt közben a dinoszauruszok ordítanak a háttérben. Oda nézzetek, mennyi gyönyörű bonsai fa, külön hatalmas cserepekben. Hatalmasak. Gondoltam, megmutatom, hogy egészen sok helyen az épületeknek a fala ilyen kavicsokból van kirakva. Nézzetek, tök érdekes. És az egész abból van kirakva. Ez konkrétan itt a WC-nek a fala. Okay, feed them, feed them. Please help me, help me. They're probably eating all day, James. Keep it high. Stop. Okay, change look. Don't be lost. Okay. They're licking. Yeah. Okay. Okay. Let me record James quickly. Hey James, you okay? Well, you can eat one also. So fast. Yeah.
James most horgászni fog. Oh my god. Okay. Maybe they don't feed it. Yeah. Can. Okay. Are you excited, Jim? Yeah. I hope that you won't fall. Scary. Yeah. Oh my god, they are huge, no? Yeah. Go for it, Jim. Oh. Okay, baby record. You give them? Yeah. Oh my god. Yes. I tease them. Bro. You tease them? Next one? Okay. Oh, these are sharks. Most próbáljuk megkeresni, hogy hol lehet elefántot etetni. Illetve megmutatnék még egy pár dolgot, amit annyira nem szeretek. De nem tudjuk, hogy hol van. Próbáljuk megtalálni az elefántokat, és találtunk egy jelet! Excellent. You want to go to Jordan, right? És igen! Megvannak! Jaj! Segény kicsik! Jaj! Szóval imádom az elefántokat, viszont utálom, hogy láncon vannak, és hogy azt a szart ráteszik a hátukra. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor kerüljétek az elefántokon való lovaglást, mert szörnyűség. De mindjárt veszünk nekik enni, hogy legalább az legyen nekik, és remélem, hogy holnap, vagy valamikor az elkövetkezendő hetekben elvihetlek titeket egy igazi helyre, ahol normálisan tartják őket. Szóval itt tudjátok őket etetni. De látjátok a kis lába, a kis pici lába láncon van. Csú! Szia, szépség! Szia, te szép kis elefánt! Látjátok, szegény! Szia, te szép elefánt! Kicsi elefánt! You bought the whole shop? I think she can eat one. There's a loot. She's a loot. Thank you.
Okay. Szóval az összes elefánt itt Surinból van, ahonnan a James is származik, úgyhogy ő különösen sajnálja őket, és nem is érzi magát annyira jól, hogy szegénykék mind láncon vannak, és ilyen hülyeségnek vannak kitéve. És ő is mondja, hogy ha tehetitek, akkor ne vegyetek részt, és ne támogassátok az elefánt trekkinget és ennek a társait, mert nagyon-nagyon nem tesz jót nekik, és szegények meg is bolondulnak itt egy idő után, úgyhogy igen, remélem, hogy el tudunk menni egy olyan helyre, ahol meg tudom mutatni azt, hogy hogy élnek a jósorsú elefántok. Úgyhogy igen. 14 years old. She's 14. She's young then, no? She has one. Okay. Ask them if they not sad. These elephants. So let's hope for the best. He's okay. It moved because you need to balance their weight. Sorry? When it moved their head, you need to balance their weight. Because it's very heavy. You need to balance their weight. Okay. He's from Pishi. Buriram. Oh yeah, good shot. Pishi! Okay, so. Sziasztok! Bye-bye! We just wanted to say that this video is ending now. Thank you for joining us. You're very tired. Very tired. Very hot. So we are going to eat very yummy hungry. Thai food. Mm-hmm. And see you in the next video. Like, subscribe. Okay? Thank you. Bye. See you guys. Bye. Mwah. Sziasztok!